A szerves trágyát dolgozza be a talajba ez a munkagép. A nagyvenyimi gyümölcsöskert bodza ültetvényén az eszköztechnikai paramétereivel, valamint működésével egyaránt megismerkedhettek azok a gazdák, akik ellátogattak a kertészeti gép bemutatóra. Azt is ugyanúgy kell mindig... A kertészetben minden nap dolgozó munkagépek mellett különböző eljárásmódokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Varga László Ráckevéről érkezett a kiállításra. Mint mondta, a jégvédőhálós támrendszer kialakítása érdekelte, amelyet ő maga is elvégzett már csak nem 3 hektáros területen. Az egyik az, hogy barátom, gazdatársam bodzát telepített ebben az évben, és növényorvosként én leszek a következő 20 év, tervezett 20 évben az ültetvény növényorvosa, ezért érdekel nem csak a bodza növényvédelme, hanem a termesztés technológiája is. A másik ok az pedig a gépbemutató, különösképpen a jégvédőháló támrendszerek összeszerelésének a eszközei, gépei. A találkozót a novemberben megjelenő termelők támogatására kiírt 18 milliárd forintos pályázati lehetőség miatt szervezték. Így a gazdák megtekinthették azokat a legmodernebb technikákat, amelyekkel érdemes fejleszteniük. Az esemény főszervezője Csizmadia György szerint a gépesítés kiemelten fontos feladatot jelent, ugyanis a legnagyobb probléma a kézi munkaerőhiánnyal van, amelyet gépekkel lehet hatékonyan helyettesíteni. Hogy ez mindenféleképpen jó arra, hogy a termők összejöjjenek, egymásra a véleményt cseréljenek. Itt vannak olyan termők, akik már ezeket a gépeket használják, tehát gyakorlati tapasztalataikban el tudják mondani, hogy tényleg azok a paraméterek, amiket ígérnek a katalógusok, az nem csak ígéret, hanem valóság. Akár olyan negatív tapasztalat is annak, hogy mire kell odafigyelni. Jellemző módon nagyon nehéz ma a túlmarketingelt világba eldönteni, hogy mi a valódi igazi információ. A kertészeti kiállításra és bodzafajta bemutatóra az ország számos pontjáról érkeztek a látogatók. Elsősorban olyan termelők, akik a technológiai fejlesztés mellett döntöttek. A gazdák az eszközpark kialakításánál, így például a szerves trágyaszóró vagy az alacsony lémennyiségű permetező használatával a környezetvédelem elősegítését figyelembe tudják venni.